benne a tilos rádió, és benne a szokolégyező. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő műsora. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ahogy megszokhatták már a tisztelt hallgatók, a 90,3 MHz-es frekvencián, vagy a tilos.hu-n hallgatva most nem élőben jelentkezem, mint ahogy ez ezen a nyáron végig így van, hanem felvételről, vagyis egy konzervadást hallotok, és emiatt van az, hogy nem is érdemes hívogatni a stúdiót, vagyis az adás telefonszámot, fölösleges hívni, hiszen ez a felvétel vasárnap történik, és hétfőn reggel kerül adásba. Ma egyedül leszek, de ez azért mondjuk annyira nem nagy probléma, mert általában többnyire egyedül szoktam lenni azokban az adásokban, amikor az űrtörténelmi témák kerülnek elő. Ugye Werner Norbi állandó szakértőnket arra szoktuk tartogatni, hogy az aktuálisabb dolgokat összefoglaljuk, illetve a múltkori adásban ugye Ellelaki Lászlóval beszélgettem felvételről szintén, ugye aki a Virgin Galactichoz tervezett egy szélszínház produkciót, illetve hallgathatunk beszélgetéseket a marsrengésekkel kapcsolatos NASA Insight eredményekről, a programvezető kutatóival. Na de hát ez volt múltkor, tehát az egy relatíve aktuális téma volt. Most viszont, ahogy már többször az év során tettük, visszakanyarodunk ahhoz az adás sorozathoz, ami azt vizsgálja, hogy mi történt 60 évvel ezelőtt. Ugye 1961-ről beszélünk, ami az űrkutatás, űrhajózás, űrtevékenység szempontjából egy sok szempontból rettentően fontos év volt. Hát persze elsősorban azért, mert ez az az év, amikor emberek először jutottak fel a világűrbe. Ne felejtsük el, hogy Yuri Alekszejevics Gagarin 1961. április 12-én jutott fel az űrbe. Ezt persze annak idején rendesen meg is beszéltük. Egyébként Suminszky Nándorral volt ezzel kapcsolatos adássorozatunk még, és valahogy idén március környékén, tehát nem sokkal a konkrét évforduló előtt Suminszky Nándorral ki is veséztük azt, hogy volt ez a Gagarin repülés, illetve az addig vezető út egy egészen monstre három részes adássorozatban. Természetesen ezek is, mint minden korábbi adásunk, a Tilos Rádió archívumában is visszahallgathatók, valamint visszahallgathatók a parallaxis.emtv.hu-n is, ami pedig a mi kis honlapunk, ha úgy tetszik, nem csak a Szokolébresztői, hanem a Parallaxis Podcast, és sőt a Planetocasté is, ami egy új formátum, amiben kitűnő kollégáim beszélgetnek mindenféle ugyancsak ilyen planetológiával, science fictionnel, űrhajózással kapcsolatos határterületekről. Most egyébként éppen egy űrtörténeti jellegű téma jött ki náluk is, azt is érdemes meghallgatni. Marha jó, egyébként szerintem az a címe, hogy Állati Asztronauták, és éppen azzal foglalkozik, hogy mielőtt az emberek, például Gagarin fölmentek az űrbe, miféle állatok jártak fönt, hát természetesen Lajka kutyáról mindenki hallott, de hogy például muslincák voltak az első lények, akik oda jutottak föl, vagy hogy hogyan került a Fehérházba Jackie Kennedy tulajdonába egy olyan kiskutya, aki az űrből először visszatért szovjet kutya, hát hogy mondjam, házaspárnak az egyik kutyakölyke volt, és hogy hogyan lakott ott még évekig a Fehérházba, hát ilyen információkat lehet megtudni például ebből a műsorból, tehát ez Planetocast névre hallgat, és ezt is, mint a Szokolébresztőket és a Parallaxis podcastokat mindenki megtalálja a SoundCloud archívumunkban, amihez pedig a parallaxis.emtv.hu felületen lehet könnyen eljutni, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom mindenkinek. Szóval azt akarom mondani, hogy voltak ezek az űrtörténeti adásaink, ugye kiveséztük Suminszky Nándorral a Gagarinhoz vezető utat 1961-ben, de volt szó egyébként ugye a Kennedy beszédről is, például arról csináltam egy ilyen egyszemélyes adást nem is olyan rég, az is 1961, amikor Kennedy május 25-én elmondta azt a beszédét, hogy az Egyesült Államoknak 10 éven belül, sőt, 8 és fél éven belül, tehát meg az évtized vége előtt embert kell juttatni a Holdra.
és biztonságosan visszahozni a Földre. Ugye, mint tudjuk, ez sikerült, és ez óriási löketet adott az űrhajózásnak, erről is volt egy adás. De ha megnézzük a naptárt, hogy konkrétan mi történt 60 évvel ezelőtt, most 2021. augusztusa előtt 60 évvel, akkor azt kell látnunk, hogy hát pont a mai napon már elmondhatjuk azt, hogy az emberiség már 4 űrrepülésen túl volt. 4-en. Tehát az egészen hihetetlen, hogy április 12-én fölment Gagarin, ugye őt követte május 5-én Alan Shepard, az első amerikai űrhajós, aki 15 perces repülést hajtott végre. Azért csak 15 perces repülést, mert az amerikai Mercury Redstone programban használt rakéta, a FAU-2 egyenesági leszármazottja, Wernher von Braunék által kifejlesztett Redstone nevű interkontinentális, sőt nem is igazán interkontinentális, tehát hanem rövidebb távú, ilyen középtávú ballisztikus rakéta. Azért mondom, hogy nem interkontinentális, mert nem tudott volna egy bolygónyi távolságra eljuttatni egy atomtöltetet, hiszen ahhoz túl pici volt, és ugye ez a Redstone, és ahhoz is persze túl pici volt, hogy embereket földkörüli pályára állítson, hiszen ahhoz kellett volna egy legalább 1,5 tonna súlyú űrkabin, és ez az űrkabin a Mercury kabin volt az amerikaiak esetében, tehát földkörüli pályához nem volt elég, ahhoz volt elég ez a rakéta, hogy egy néhány száz kilométeres kiruccanást tegyen az Atlanti-óceán fölött, tehát a Kennedy űrközpontból felbocsájtották, és hát ott a Bahama szigetek környékén lepottyantották, 15 perc volt a repülés, amiből a delikvens az 5 percet töltött nagyjából. Idén szintén sokat emlegetett Kármán vonal fölött, ami, ha úgy tetszik, a világűrnek valamiféle határa, határmestjéje. Na, szóval ez van, hogy ilyen módon lett Alan Shepard az első ember az űrben, de hát azért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy nagyságrenddel kisebb teljesítmény a Gagarini teljesítménynél, ami ugye 3 héttel korábban zajlott, és az pedig az volt, hogy Gagarin megkerült a Földet, tehát földkörüli pályára állt. Tehát a Vostok 1 űrhajó az egy műhold volt lényegében, és ahogy egy műholdnak lennie kell, ugye keringett a Föld körül, egy kör után a Gagarin visszatért, 108 perces űrrepülést hajtott végre, ami alatt megkerülte az egész világot. Tehát ezt kell összevetni a 15 perces Shepard-féle május 5-i repüléssel. Na de természetesen, ugye ez mindez elég volt ahhoz, hogy a már emlegetett Kennedy beszédet kiváltsa, ugye május 25-én, és ezzel tulajdonképpen az amerikaiak nagyon elköteleződtek amellett, hogy itt aztán át kell venniük ebben az űrversenyben a vezetést, hiszen nem elég, hogy a szovjetek küldték fel az első műholdat, és állították földkörüli pályára az első embert Gagarin személyében, de hát ráadásul nehogy már ők jussanak el először a Holdra is, úgyhogy megkettőzzék, vagy megtöbbszörözik az igyekezetüket, hogy ez ne történjen meg. Tehát ez ilyen nagy fogadalmak éve volt 1961, és hát rögtön 2 hónappal azután, hogy elhangzott a beszéd ott a szenátus és az alsó és a felsőház összevont ülése előtt a Kapitóliumban, a Kennedy beszéd, utána nem sokkal később a NASA már rögtön neki gyűrközött a második űrrepülésének. És ennek is nemrég volt az évfordulója. A második űrrepülés a Mercury Redstone 4 űrrepülés volt, ugye, tehát ez egy új, ahogy a neve is mutatja, ez is egy Redstone rakétával induló dolog volt. A Redstone rakéta pedig, mint mondtuk, ugye pici tolóerejű volt, úgyhogy ugyancsak egy ilyen 15 perces kis űrrepülésecske, egy úgynevezett űrugrás volt itt betervezve, és hát kirepüljön ezen a második repülésen. Hát így esett a választás Virgil I. Gus Grissomra. Virgil Ivan Grissom az ő neve hivatalosan, de hát se Virginnek, se Ivannek nem nevezte senki, hanem mindenki csak Gusnak nevezte, az volt az ő beceneve, onnantól kezdve, hát gyerekkora óta tulajdonképpen. Na most ő persze egyike volt a 7 eredeti Mercury űrhajósnak, hiszen hát akkor ők alkották az Egyesült Államok űrhajós csoportját, és
Hát nagy közkedveltségnek örvendett a csapatban, mert hát annak ellenére, hogy egy nagyon visszahúzódó karakter volt, egy soha nem egy nagy dumás, tehát ellentétben például John Glennel, aki ugye minden újságírónak lyukat tudott beszélni a hasába, és akit pont ezért szerettek, nagy közönség kedvenc volt, de a Gus Grissom tulajdonképpen a tökéletes ellentéte volt, mind fizikumát tekintve, ugye egy alacsony, kicsit, hát kicsit nagyobb darab fickóról van szó, szóval egyáltalán nem az a tipikus, mit tudom én, dagadó deltákkal jellemezhető nagy szörföző szupersztár, ilyen G.I. Joe karakter, mint például amilyen Scott Carpenter volt, aki hát tulajdonképpen, akiről egy Ken babát lehetett volna megmintázni, hát a Gus Grissom az egyáltalán nem egy ilyen fickó volt, viszont egy rendkívül kompetens mérnök volt, ugye? Tehát ne felejtsük el, hogy itt berepülőpilotákról van szó, és a berepülőpilóta az egy olyan különleges lény, aki nem csak nagyon jó és vakmerő pilóta kell, hogy legyen, még a vakmerőség az inkább hátrány, de mindenki bátor pilóta kell, hogy legyen, hanem emellett bizony mérnöknek is kell lenni, hiszen a berepülőpilóta folyamatos kapcsolatban áll a fejlesztő mérnökökkel. A berepülőpilóta az, aki ugye újfajta repülőgépeket repül be, ugye ez angolul test pilot, tehát ha valaki ezt mondja, hogy berepülőpilóta, akkor gondolhatja, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk ellenséges területek fölé repül be, de nem erről van szó, hanem azt jelenti a berepülőpilóta, ugye, hogy újfajta repülőeszközök kipróbálása az ő feladata. Na, hát Gus Grissom is, és egyébként persze mindenki más is az első hét Mercury hősből ilyen volt, de hát az egyik legtapasztaltabb volt közöttük Gus ebből a szempontból, és hát ez mi sem mutatja jobban, mint hogy már, ő már tulajdonképpen már a második világháborúban, amikor még középiskolás volt, már akkor jelentkezett önkéntes szolgálatra a légierőhöz, ugye akkor még nem volt önálló amerikai légierő, mint fegyver nem, hanem az amerikai hadsereg légiereihez jelentkezett, és akkor ő kadétként jelentkezett már 1943-ban. És hát ő végül is bevetésre nem került sor, de már akkor elvégezte a pilóta iskolát, és hát ott készenlétben ott várakozott, de hát közben véget ért a világháború, úgyhogy végül aztán nem vetették be. De aztán utána már a következő nagy összecsapásban, a kórai háborúban 1950-es évek elején, akkor a Grissom az már abszolút a 334. Fighter Squadronnak a tagjaként bizony, hát rengeteg bevetést szerzett, ugye ismert a híres történet az, hogy arról, hogy úgy vitték a szálláshelyről a repülőtérre a pilótákat a kórai háborúba, hogy egy átalakított iskolabusszal vitték őket, tehát ott ugye kevés volt a hely, úgyhogy azt határozták el, hogy azok tudnak leülni, akik legalább egy MIG repülőgépet leszednek a harcban. Hát a Gus Grissom az nagyon le akart ülni, úgyhogy már kb. Egy héttel azután, hogy megérkezett Koreába, ő már ült, tehát ő tényleg ott nagyon jól teljesített, mindenféle kitüntetést is kapott, de hát ugye utána állt be tulajdonképpen a tesztpilótának, hiszen a koreai háború után végezte el az Air Force Test Pilot School-t, illetve az Air Force-nak a berepülőpilóta iskoláját, ami lényegében az Air Force-nak a műszaki egyetemének, ami a Wright-Patterson légitámaszponton üzemelt Ohio-ban, ott hát neki végig kell csinálni egy nagyon komoly képzést, fizika, meg mindenféle mérnöki tudományok, aerodinamika, elektromosságtan, elektrotechnika, minden. Szóval hát a berepülőpilóta iskola az egy elég komoly képzés volt, ezt megcsinálta. 580-an jelentkeztek a képzésre, és 110-en végezték el, tehát ugye elég nagy kiszórási arányjal ment, hát Gus Grissom köztük volt, és hát onnantól kezdve is mindig tényleg, ahogy mondtam, mindig az egész karrierén végig vonul az, hogy nagyon jól tudott kommunikálni a mérnökökkel. Amint látni fogjuk, emiatt őt kifejezetten nagyon szerették, amire szüksége is lesz a karrierje során, amint majd látjuk. Na már most ugye Gus Grissomot jelölték ki, egyébként nagyon érdekes, hogy történt ez a kijelölés. Mert hogy az űrhajósok ugye heten voltak. Na most az jó kérdés,
hogy hogyan jelöljék ki, hogy ki legyen az első ember az űrben. Hát, képzeljétek el, hogy minden forrás azt mutatja, hogy ezt valóban egy közkedveltségi szavazás alapján döntötték el. Tehát Bob Gilruth, a NASA-nak az egyik akkori vezetője, és aki az űrhajósokkal gyakran konzultáló mérnök, és Chris Kraft, aki a repülés irányítást szervezte, de egyébként szintén ugye a Mercury programnak egy másik főmérnöke, ők oda mentek az űrhajósokhoz, és azt mondták, hogy erre a papírra írjátok rá annak az űrhajósnak a nevét, aki elsőnek repüljön föl, és senki nem írhatja a saját nevét. És akkor ezt úgy bedobálták egy kalapba, és összeszámolták, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot, és a legtöbb szavazatot Alan Shepard kapta. A második legtöbb szavazatot Gus Grissom kapta, és a harmadik legtöbb szavazatot John Glenn kapta, és mit ad Isten, pontosan ebben a sorrendben repült föl az első három ember a Mercury programba. Onnantól kezdve ezt a hármat úgy elkülönítették, külön fotózták az újságírók, extra szimulátoridőt kaptak, tehát úgy valami egyfajta aranycsapatként, ugye ők külön tevékenykedtek. És hát ugye lényegében ugye a Glenn és a Grissom voltak a Shepardnak a tartalékai a Shepard első repülésen, a Glenn volt az első számú tartalék, tehát a Grissom is ott volt, és akkor a Grissom volt kijelölve a második repülésre. Most ez a második repülés, ez 1961 júliusára volt kitűzve, július 21-ére. Na most ez lényegében egy megismétlése volt a Shepard-féle repülésnek, azért voltak természetesen apró módosítások, hiszen mindig történtek apró módosítások. Például a Grissom volt az első, akinek az űrkabinja fel volt szerelve egy nagyobb ablakkal. Az űrhajósok ugye kilincseltek azért, hogy legyen egy emberhez méltó ablakuk, amin kinézhetnek a kabinból, amint ezt az Igazak című könyv és film is tök jól bemutatja. Ez teljes mértékben igaz, hogy a Mercury kabint eredetileg úgy tervezték, hogy ott két oldalt volt egy kicsi, nagyjából tenyérnyi ablak, és egyébként a kikukucskálásra, meg a navigálásra, meg a helyzetbeállításra elsősorban nem is az ablakot, hanem a periszkópot használták, ami egy visszahúzható, a tenger alattjárókból is ismert jellegű periszkóp volt, amit a repülés végén be kellett tekerni és visszacsukni, de egyébként azon lehetett úgy kifelé kukucskálni, de hát a pilótákat ez rettenetesen zavarta, hogy nincs egy úgynevezett emberhez méltó ablak. Természetesen az ablakot egyébként a fejlesztők azt valamilyen szempontból fölösleges biztonsági kockázatnak tekintették, hiszen ugye hát a nagy nyomásnak van kitéve ez annak az űrkabinnak a fala a visszatéréskor, és hát folyamatosan nagy nyomás különbségnek van kitéve, hiszen az űrben is az van, hogy kívül vákum van, belül pedig túlnyomás, még ha ez egyébként csökkentett nyomás is a földihez képest, ugye, hiszen ezekben a kabinokban tiszta oxigén légkör volt. Na, de a lényeg az, hogy hát az illesztések mentén ugye szivárgások jöhetnek létre, tehát a minél nagyobb az ablak, annál nagyobb a kockázat. Nem véletlen, hogy a mérnökök kockodtak ettől, de az űrhajósok meg is sikeresen keresztül verték az akaratukat, és több módosítás beleépült a Mercury kabinokba, de a legelső Mercury kabinba, amivel a Shepard repült, a Freedom 7 fedélzetén május 5-én, ugye ott nem volt ilyen. Most mondtam, hogy Freedom 7. A Freedom 7 az amiatt van, hogy az űrhajósok elnevezték mindegyikük a saját űrhajójukat. Ugye a Shepard ugye a Freedom szabadság nevet adta a kabinjának, a 7 az pedig amiatt volt, mert ők heten voltak űrhajósok. Egyébként érdekes, hogy a Shepard esetében ez konkrétan a 7. repülő Mercury űrhajó is volt, tehát akár amiatt is jöhetett eredetileg az ötlet, de mivel hogy pont 7-en voltak űrhajósok, ezért innentől kezdve a további Mercury űrhajósok is mindegyike szerepeltette a 7-es számot az űrkabin nevében, úgyhogy Shepard ugye ezt a nevet adta, hogy Freedom, ami szabadság, hát ez nagyon menő. Na most egyébként a Grissom pedig észrevette azt, hogy ennek a Mercury kabinnak az alakja, ez tulajdonképpen harangszerű, és erről persze eszébe jutott neki, mint nagy amerikai hazafinak a Liberty Bell. Ami egy szimbóluma az amerikai függetlenségnek, ugye a Liberty Bell vagy szabadság harang, ez ugye Philadelphiában, Pennsylvániában van kiállítva, és hát ugye arról van szó, hogy ez a State House Bell néven is ismert volt, ami tulajdonképpen akkor kondítottak meg
amikor az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületett. És hát ráadásul ugye ez különösen nevezetes arról, hogy van rajta egy repedés. Tehát egy ikonikus a repedés, úgyhogy a szabadság harangján, a Liberty Bell-en van egy ilyen nagy repedés, ami az aljától végig fut, tehát tulajdonképpen harangként nem nagyon tud szólni, tehát nem nagyon funkcionál, de hát de a lényeg az, hogy a 1776-ban, amikor a függetlenségi nyilatkozatot július 4-én megírták, akkor hát a hagyomány szerint ezt így meg döngették. Na most egyébként, most olvasom, hogy egyébként annak ellenére, hogy a közhiedelem ezt így tartja számon, de hát valójában azt írják, hogy nincs írásos bizonyíték, hogy konkrétan ezt a harangot meg szólaltatták akkor. De egyébként ezt a híres nevezetes repedést, amiről beszélek, ezt a 19. században gyűjtötte be a harang, tehát ez sokkal később került rá. Na minden esetre hát ez az egyik legrégebbi harang itt az Egyesült Államokban, és hát emiatt aztán egy ikonikus dolog, főleg egyébként a rávésett szöveg miatt, mert az ugye azt mondja, és ettől Liberty Bell, hogy proclaim liberty throughout all the land. Tehát, hogy ez a szabadságot hirdeti a földek, itt a földön. Na, szóval ez mindenképpen egy ilyen amerikai ikon, és akkor ez jutott eszébe Gus Grissomnak. Úgyhogy ő Liberty Bell 7-nek nevezte el az űrhajót. Hát a Liberty Bell azonban el van repedve, ugye? És emiatt aztán a Liberty Bell 7-re rá is festettek fehér festékkel egy repedést, mármint az űrhajóra. Persze nem egy igazi repedés volt ez, hanem csak egy festés. Na már most a Liberty Bell 7 a Freedom 7-hez képest egy csomó újítást tartalmazott. Ezek egyike volt még egyszer ez az emberhez méltó ablak, amit akkor szereltek rá, és a másik, még ennél is fontosabb újítás volt, az pedig a kirobbantható kabinajtón. Hát ennek óriási nagy jelentősége lesz. Ugyanis a repülőgépeken természetesen a II. Világháború óta rendszeresen használtak katapultüléseket. A katapultülések azok pedig úgy működnek, hogy főleg az olyan modernebb repülőgépeknél, már a harci repülőgépeknél, amiknek van már egy kabin teteje, ugye az sem mindig volt a korai napokban, ugye gondoljunk a kezdeti ilyen dupla szárnyú repülőgépekre, amikor egyszerűen csak kidugta az ember a fejét a repülőgépből, de aztán a később, amikor megjelent a kabintető, meg megjelent a katapultülés, akkor persze szükség volt egy olyan mechanizmusra, ami nagyon gyorsan ledobja ezt a kabintetőt, hogy a katapultüléssel ki tudjon repülni az ember, tehát hogy ne a üvegen keresztül repüljön szegény pilóta, mert hát akkor ugye katasztrófa történik. Na, szóval a lényeg az, hogy egy nagyon gyors eltávolító mechanizmus kellett, és hát ki is dolgozták a 40-es, 50-es évektől kezdve ezeket a piropatronokat, amik pont ezt a célt szolgálták, hogyha a pilóta meghúzza a katapultülést, akkor a piropatronok berobbannak, és azonnal lerepítik a kabin tetőt, szabad utat engedve a katapultálásnak, és ez így kb. Egyszerre megtörténik. Ez már egy teljesen bevett gyakorlat volt, és ezek a piropatronok teljes egészében standard kellékek voltak 1961-re. Na most a Mercury kabin ajtajára is beépítettek egy ilyet. Nagyon jó kérdés, hogy miért. Ugye a Freedom 7-en ilyen még nem volt. Azért, mert egyszerűen csak egy retesszel kinyitható ajtó volt rajta. Egyébként nagyon mókás tulajdonképpen, meg nem is nagyon érthető így utólag, de már a Shepardot is felszerelték egyfajta személyes ejtőernyővel, ami azt a célt szolgálta volna, hogyha valami a felszálláskor vagy a leszálláskor valami nem stimmel, és akkor neki elvileg lett volna lehetősége arra, hogy elhagyja a kabint, ami úgy történt volna a Shepard esetében még, hogy kinyitja a kireteszelhető ajtót a nagy kilincsmechanizmussal és kézzel kilöki, majd pedig nagy nehezen kikászálódik az ülésből, tehát nem volt katapult ülés a Mercury kabin, és akkor viszont kilöki magát a kabinból, és volt a hasára szerelve egy ejtőernyő, és akkor azt ki tudta volna nyitni.
Igazából eléggé nehéz elképzelni, hogy miféle vészhelyzetnél lett volna ennek az egész folyamatnak realitása. Tehát még egyszer, az orosz-szovjet Vostok kabinnal ellentétben a Merkuriban nem volt katapult ülés, mert az önmagában egy nagyon nehéz dolog lett volna, nem is fér bele ilyen, nem is terveztek ilyet. De mégis felszerelték az űrhajósokat személyes ejtőernyővel. Annak ellenére, hogy a Merkuriból aztán tényleg marha nehéz volt kikászálódni, mert annyira pici volt az egész kabin, hogy ugye annak idején az volt a szöveg, hogy az űrhajós az nem beszáll az űrhajóba, hanem magára ölti. Tehát tulajdonképpen nagyon nehéz lett volna neki kikászálódni, ez akár fél percig vagy egy percig is tarthatott volna. Tehát nehéz elképzelni olyan vészhelyzetet, amiben tényleg lett volna ennek relevanciája, hogy ott valaki kikászálódik, ráadásul repülés közben. Amikor még az indítóálláson kb. Steril körülmények között is iszonyú problémás volt oda betuszkolni valakit. Na, a lényeg az, hogy oké, azért volt egy ilyen ötlet. Viszont, ugye mondom, a Shepard repülésnél még az, hogy maga a kabin ajtó kinyitásával is vesződni kellett, hát ez eléggé, eléggé még pluszba hozzáadott volna több percet ehhez az egészhez, tehát a Shepard esetében tényleg teljesen értelmezhetetlen volt ez a úgymond mentési lehetőség. Grissom esetében már több értelme lett volna, ugyanis itt megjelent a robbantható kabin ajtó, ami konkrétan ugyanolyan piropatronokkal volt felszerelve, mint amiket az említett harci repülőgépeken alkalmaztak. A piropatronok lerobbantják ugye a kabin fedelet, itt az ő esetében meg ugye arról volt szó, hogy az egy ki kell biztosítani egy gombbal, és aztán már mint egy retesszel, mert ugye nem lehet, ugyanúgy, mint ahogy az ember egy fegyvert sem tud csak úgy elsütni, tehát először ki kell biztosítani, és akkor, ha már ki van biztosítva, akkor egyszerűen egy gomb megnyomásával ki lehet robbantani ezt az ajtót, és akkor nem kell a reteszeléssel szerencsétlenkedni, meg a kivincs mechanizmussal, hanem akkor tényleg relatíve egyszerűen kirobban, lerepül a kabin ajtó, és akkor el lehet hagyni az űrhajót. Ezt végül maguk a pilóták járták ki, hogy legyen egy ilyen plusz biztonsági lehetőség. Még egyszer mondom, nem triviális, hogy mire jó. Nem triviális, hogy mikor van értelme ezt a kirobbantható kabinajtot használni. Annál is inkább, mert egyébként a Mercury űrhajó fel volt szerelve egy mentőrakétával. A mentőrakéta ugye egy nagyon okos dolog. Az űrhajó rakétarendszer tetejére van felszerelve, hogyha a rakétával nem működik valami, például a Redstone rakéta, vagy a későbbi Mercury repülések során az Atlas rakéta repülésével történik valami baj, akkor akár az űrhajós, akár a földi személyzet, akár az automatika kiadhat olyan utasítást, hogy a mentőrakétát, ami egy kicsi, de nagy tolóerejű szilárd hajtóanyagú rakéta, ami az űrkabin fölé van elhelyezve, tehát a rakéta legtetejére, az begyullad, és letépi az űrkabint a problémás rakétáról, és minél messzebb eltávolítja onnan, hogy az esetlegesen felrobbanó rakéta az ne robbantsa fel az űrkabint, és akkor onnantól kezdve mentőrakétát leválasztják, és a Mercury kabin a saját ejtőernyőivel szépen leszáll az óceánra. Ugye a Mercury esetében volt, hogy működésbe lépett a mentőrakéta, de az egy ember nélküli teszt repülés volt, és ráadásul egy hibás utasítás miatt egyébként éppen az indítóállásról gondolta ugye a mentőrakéta, hogy fel kell szállnia, miközben a rakéta ott maradt a start helyen, és nem robbant föl, tehát az ott konkrétan egy ilyen, hát úgymond egy programhiba volt. De egyébként a konstrukció nagyon jónak bizonyult, olyannyira, hogy aztán a szovjetek is átvették, ugye a Vostok programban Gagarinéknak még nem volt ilyen mentőrakétája, de a Soyuz programban már megtetszett nekik is ez a koncepció, és alkalmazták, és a Soyuz programban előfordult, hogy emberek életét a mentőrakéta mentette meg. Például Vlagyimir Titov és Gennadij Strekalov az egyik repülésen úgy jártak, hogy konkrétan felrobbant a Soyuz rakéta, és az automatikus mentőrakéta leválasztotta az űrhajójukat, és ezzel megmentette az életüket. Tehát valóban került sor ilyesmire, tehát a mentőrakéta egy jó konstrukció. Na de ezen felül a Mercury rendszert még ezzel a kirobbantható kabinajtóval is felszerelték, hogy az űrhajós még ki tudjon kászálódni, és a saját ejtőernyőjével is lejjebb tudjon ereszkedni.
Igen, ez egy érdekes dolog, hogy miért, de így volt. Na hát ugye ennek nagy jelentősége lesz, mert aztán elérkezett 1961. július 21-e, és Gus Grissom bekászálódott az űrhajóba, mintaszerűen végigrepülte az egész repülést. Igen, tehát a pulzusa az tök alacsony volt, mondták is az orvosok, hogy innia kéne némi kávét, mert egy kicsit izgatottabbnak kellene lennie. Tehát nagyon hidegvérűen, higgadtan végrehajtotta a repülést. Ugye még egyszer 15 perc az egész repülés, az automatika vezérli nagy részt, de aztán amikor fölér erre az 5 perces szakaszra, ami konkrétan súlytalanság van, az nagyjából egybevág azzal a szakasszal egyébként, amit a 80-100 kilométeres űrhatár fölött tölt az űrhajó. Szóval, hát közben ott kellett neki mindenféle manővereket végezni, ami persze nem azt jelenti, mert pályát változtatni nem tudott ez az űrhajó, hanem azt jelenti, hogy forgatgatni, pörgetgetni, jobbra-balra bólogatni a kabinnal. A kormányrendszeren is újítottak, tehát a kabinablak meg a kabinajtó, kirobbantható kabinajtó mellett ugye magát az avionikát, tehát a repülési mechanizmust is fejlesztették a Shepard repülés óta, ezt is ki kellett próbálni. Ugye a Mercury kabin helyzet azt kis hidrogén-peroxid fúvókákkal lehetett szabályozni, ami ilyen, ilyen kis pici apró tolóerejű kis rakétahajtóművecskék, amikkel a kabint lehetett így bólogatni, forgatgatni. És hát tulajdonképpen ez a pilótáskodás ezen a rövid repülésen ennyiben merült ki. Tehát Gus Grissom ezeket teljesen jól végigcsinálta, végrehajtotta a repülést, marha jó volt minden egyébként, és a majdnem 200 km magasra fölrepült, tehát bőven a világűr felső alsó határa fölé, 190,4 km-re szállt fel a Liberty Bell 7, ügyesen befordult, ahogy kell, a megfelelő hőpajzsal előre helyzetbe, ezt is jól beállította a Gus Grissom és az automatika együtt. Na hát, aztán utána pedig elkezdődött a leszállás. A leszállással is minden tökéletesen működött, kinyílt a mellékejtőernyő, aztán kinyílt a főejtőernyő, és placs, 486 km-re a felszállás helyétől le is érkezett a Liberty Bell 7. A repülés tehát véget ért. Na, és innentől kezdve itt kezdődött tulajdonképpen a legérdekesebb rész, hiszen ez a repülés, ez ezen a ponton ugyan véget ért, ám de. Azt hittem mindenki, hogy már itt van vége a dolognak, jött a Randolph nevű hajóról érkeztek azonnal a helikopterek a leszálló helyre, és a helikopter meg is közelítette a kabint. Ugye ez úgy történik egyébként, hogy a kabinra egy helikopterről egy hosszú ilyen kötelet leengednek, és a kabin tetejébe egy kampót beakasztanak. És éppen ez történt, hogy éppen jött a kereső helikopter, és odaért a kabinhoz, rákattintotta a kampót, és pont abban a pillanatban, amikor már elkezdte volna a helikopter emelni kifele a kabint, mi történt? Hát azt vették észre, hogy a kabinablak ajtó, ez a nevezetes kirobbantható kabinajtó egyszer csak kirobbant és belerepült az óceánba, és a kabinba pedig elkezdett beledőlni a víz, ugye, tehát keletkezett egy nagy lyuk. Ugye a Mercury mentés során van egy olyan szakasz, amikor jönnek a béka emberek, tehát a búvárok, akik megközelítik a kabint, és hogy ne süllyedjen el a kabin, még mielőtt kiemelni a helikopter, ezek az úgymond béka emberek egy felfújható gallért ráraknak a kabin aljára körbe, ami tulajdonképpen egy óriási úszógumi, amivel körbeveszik az űrkabint, hogy ne süllyedjen el. Na hát ez még nem történt meg, tehát viszont ami megtörtént, hogy teljesen váratlanul kirobban ez a kabinajtó, és hát kirepült a vízbe. Na már most elkezdett bedőlni a kabinba a víz, Gus Grissom meg elkezdett, hát nem tudott mit csinálni, elkezdett kikászálódni a kabinról, amiről ugye az előbb mondtam, hogy ez egyáltalán nem egy egyszerű feladat a Mercury kabinból kikászálódni, mert amúgy is nagyon kicsi a hely, és hát ráadásul dőlt befele a víz. Most ez még azt is hozzá kell tenni, hogy hát a Gus Grissomról sok mindent el lehet mondani, de igazából az biztos, hogy nem nagyon volt a víznek a nagy barátja.
Tehát ő Indiánában született, ugye, tehát a kontinentális Egyesült Államoknak egy olyan államában, aminek nincsen köze a tengerhez. Ő nem tartozott azok közé, akik úgy többiről volt, aki nagyon szeretett ott pancsizni, meg szörfözni a tengerparton. Hát a Gus Grissom az egyáltalán nem tartozott ezek közé. Konkrétan a Grissom nem tudott úszni rendesen. Tehát valamennyire biztos tudott, de hát azért szóval nem. Ezért aztán az van, hogy hát tulajdonképpen ott fuldoklott. A lényeg, ráadásul ugye az űrruha az olyan, hogy a levegő ellátó rendszer mindenféle csövekkel bele van kötve, ugye, hiszen az űrhajós azért hordja magán az űrruhát a Mercury kabin belsejébe, hogy ez egy plusz réteg legyen, hogyha valamiért dehermetizálódna a kabin az űrben, akkor is legyen neki levegője. Tehát az űrruhába bele volt kapcsolva az oxigén ellátó rendszernek a csövei, amikor ő bent van a kabinban. Na most onnantól kezdve, hogy az gyorsan kihúzkodja, meg leveszi a sisakját, meg ilyeneket csinál, onnantól kezdve az űrruhája az tele van ilyen lyukakkal, amiken, ahol korábban a csövek meg ilyenek csatlakoztak be, meg a sisakzáró gyűrű környéken, ugye, mert levette már a sisakját ezen a ponton, ahol tud befele dőlni a víz. Na most bemegy a víz ebbe a ruhába, akkor hát ráadásul az elkezdi lefelé húzni, arról nem is beszélve, hogy megnehezíti a mozgást, és még közben a Grissom űrruhája tele volt pakolva mindenféle kis szuvenírrel. Ez nem tűnhet túl nehéznek, de ő gondolta, hogy mennyire jó ötlet, hogy mindenféle negyed dollárosokat és hasonlókat fölvisz magával az űrrepülésre, hogy azokat aztán majd szuvenírként fogja osztogatni mindenkinek, aki fönt, hogy tessék, itt vannak az űrben járt érmek, mekkora ötlet. Na hát, mivel ezt nagyon máshova nem tudta tenni abba a kicsi kabinba, ezért ezt a rengeteg pénzérmét, ezt az űrruhája zsebébe rakta, hát és azért az összességében még több kilónyi plusz anyag volt, ami szintén meg ez egy kis apróság, de hát ez is abszolút megnehezítette itt ezt az egész akciót. Tehát a Grissom tulajdonképpen fuldoklott. És akkor ezért ott kapálozott, hogy mentsetek ki. Na viszont a pilóta, aki irányította ezt a helikoptert, az egyszerűen azt gondolta, hogy Gus az csak azért integet, hogy jelezze, hogy jól vagyok, és helyett inkább arra fókuszáltak, hogy megmentsék a kabint, hiszen a kabin viszont, ha megtelik vízzel, akkor persze az sokkal nehezebb, mint a víz egyébként, ez a titánium ötvözetből készült kabin, tehát ha ez megtelik vízzel, akkor az aztán nagyon mélyre lesüllyed, és akkor a vízzel megtelt kabint azt már nem bírná el a helikopter. Ugye üresen is 1200 kilós egy ilyen kabin, de hát ha még megtelik vízzel, akkor kb. Több mint kétszer annyi lesz a tömege, azt már nem bírja felemelni a helikopter, és akkor azt el kell engedni. Na hát, és pontosan ez történt, tehát dőlt be a víz, mindent megtettek ott a pilóták, mármint a helikopter pilótái és személyzete, hogy megmentsék a kabint, de nem bírták már, úgyhogy végül, hogy megmentsék a helikoptert, végül úgy döntöttek, hogy leakasztják ezt a bizonyos kampót, és engedik beleveszni a kabint, a Liberty Bell 7-et az óceánba. És hát ez így is történt. Gus Grissomot végül kiszedték, tehát túlélte a repülést, nem süllyedt el az óceánba, de az űrhajója elsüllyedt. És hát természetesen nagyon elcsigázott volt, hiszen egy sikeres repülést végrehajtott, de hát ezek után lényegében olyan értelemben mégsem volt teljesen sikeres a repülés, hogy nyilván ez egy tesztrepülés volt, és a repülésnek nagyon fontos része az, hogy a mérnökök a repülés után átvizsgálják magát a kabint. A post-flight analysis, a repülés utáni elemzés, ugye, hát az egy nagyon fontos elem ennek az egésznek, és erre nyilván nem volt lehetőség innentől kezdve. Hát egyébként ráadásul a cápák egy kedvelt fürdőhelye volt ez a rész, ahol elsüllyedt a kabin, állítólag néhány nappal később kifogták a Grissomnak a sisakját egy cápafoggal. Most lehet, hogy ez csak egy városi legenda, de hát mindenképp azért jól mutatja, hogy azért nem volt ez egy séta galop, na visszavitték a Randolph repülőgép anyahajó felérzetére a Grissomot, és hát ugye elkezdődött a bűnbakkeresés, ahogy ilyenkor ennek lennie kell. Hogy ugye az ablak, vagy az ajtó, az mitől robbant ki? Hát ugye még egyszer mondtam, hogy ezt az ajtót nem volt amúgy olyan könnyű működésbe hozni. Tehát először is ugye ki kellett biztosítani. Na most Grissom úgy tervezte,
hogy, és egyébként ezt így is kellett csinálnia, hogy rákapcsolja a helikopter a kabin tetejére a kampót, és amikor már megfelelően rákapcsolta, és megfelelően húzza fölfele a helikopter a kabint, akkor jött volna el az a pillanat, amikor Grissom engedélyt kér a pilótától, a helikopter pilótájától, hogy robbanthatom a kabin ajtót. Mondja, hogy igen, most már robbanthatod, és akkor neki ki kellett volna robbantani a kabin ajtót. Tehát ez volt a standard procedura, és akkor őt nem a kabinnal együtt vitte volna el a repülőgép a hajóra, hanem valóban ki kellett volna neki kászálódnia azon a kapun, és azon az ajtón, és egy külön csörlővel húzták volna ki Grissomot a kabinból, aki így aztán a helikopter belsejében tért volna vissza az anyahajóra. Tehát eleve ez volt a terv, csak hogy ennek a kabinajtó kirobbantásának, ami ugye maga is egy teszt volt végül is, ennek ugye nyilván később kellett volna megtörténnie. Úgyhogy természetesen jöttek azonnal az ötletek, hogy hát a Grissom itt bepánikolt, vagy nem tudta teljesen, hogy mi a helyzet, vagy nem követte jól a dolgokat, és ezért félreértés miatt, vagy egyszerűen csak egy véletlen arra tévedő könyökkel kirobbantotta a kabin ajtót, hiszen ő már korábban, mivel tudván, hogy majd ez lesz a feladat, korábban kibiztosította, tehát azt a kis biztosító bütyköt azt kinyomta, és akkor egyáltalán nem tűnt lehetetlennek, hogy a hánykolódó óceánon egy arra tévedő könyökkel, vagy egy sisakkal, vagy mit tudom, mivel, ami ott volt a keze ügyében, véletlenül megnyomta azt a piros gombot, és akkor ezzel működésbe hozta az ajtót. Ez viszont ugye azt jelenteni, hogy az űrhajós hibázott. A Grissom az persze váltig, és következetesen mindig állította, hogy nem ez történt. Úgyhogy a NASA az nagy vizsgálatokat indított el ezzel kapcsolatban, hogy hát hogyan van ez, hogy dobálták le azt a kabinajtót nagy magasságból vízben, hogy hát ha a víz okozott olyan rövid zárlatot, hogy elsült, sok mindent csináltak, de ilyen spontán robbantást ezt nem sikerült előidézniük. Egyébként ugye nyilvánvaló volt, hogy ennek aztán bárhogy is sül el ez a vizsgálat, ennek nagy hatása lesz a Grissom karrierjére. De még ennél is fontosabb, hogyha viszont ez tényleg egy tervezési hiba, akkor ez bármikor előfordulhat a jövőben is, és akkor ezt nem árt tisztázni. Például milyen lenne, hogyha mondjuk az űrben egyszer csak bum, lemenne egy ilyen kabinajtó, mondjuk valami miatt felrobbanna és lerepülne, hát ez tényleg katasztrofális lenne. Tehát ilyen szempontból még szerencsés, hogy ez a dolog itt az Atlanti óceánon történt meg. Na hát, ez így volt. És hát Gus Grissom repülése az tulajdonképpen nagyon sok kérdést hagyott nyitva emiatt. De azért nem változtatták meg alapjában véve a robbanó kabinajtóknak a dizájnját, és a későbbi űrhajósok ennek megfelelően csináltak is mindenféle érdekes tesztet. Például Wally Schirra, amikor 1962-ben a Sigma 7 nek keresztelt Mercury űrhajóval immár földkörüli repülésről visszajött, ő például azt kérte már, hogy őt ne szedjék ki a kabinból, hanem a kabinnal együtt vigye őt a helikopter az anyahajó fedélzetére, és amikor az anyahajó fedélzetére vitték a kabint, akkor ott kipróbálta azt, hogy már biztonságban az anyahajó fedélzetén kirobbantja a kabinajtót, és ott csinálta meg. És aztán ugyanezt csinálta a Mercury program utolsó repülésén Gordon Cooper is 1963-ban. Mind a két ember esetében, akik tehát kézzel aktiválták és robbantották ki ezt a bizonyos kabinajtót, mind a kettejük esetében a hüvelykújjukon keletkezett egy karcolás, egyszerűen azért, mert amikor ezt a biztosító valamit kihúzod, és utána megnyomja az ember azt a gombot, akkor az úgy pattan vissza, hogy megsebzi egy kis mértékben az űrhajósnak a hüvelykújját, vagy hát azt az ujját, amivel megnyomja. Hát ezt mondom, mind a Schirra, mind a Cooper tapasztalta, viszont a Grissomnak egyáltalán nem volt annak idején ilyen sebesülése. Ez is azt mutatja, hogy hát hogy itt nem olyan egyszerű a helyzet, hogy az űrhajós valamit... Tehát az kb. Kizárható, hogy az űrhajós ténylegesen megnyomta az ujjával, és úgy aktiválta az ajtót. Az persze még simán lehetettől még, hogy a könyökével megnyomta, vagy ilyesmi. De a lényeg az, hogy a Grissomot azért ezekkel
többek közt ezekkel tisztázták, és mivel hogy a mérnökökkel hagyományosan nagyon jó volt a kapcsolata, mert mondtam, hogy nagyon jól és okosan tudott kommunikálni Chris Crafttal meg a többiekkel, ezért őt nagyon nagyra tartották, úgyhogy ez egyáltalán nem okozott törést az ő űrhajós karrierjében. Ki is jelölték a Gemini programnak az első űrhajósául, úgyhogy aztán, sőt, aztán később az Apollo program első repülésének parancsnokának is kijelölték őt, amint erről hát még sajnos szót kell ejtenünk, mert hát enélkül nem teljes a Grissom történet. Na már most viszont az tény, hogy nem sikerült megmagyarázni. Ennek ellenére, hogy Grissom karrierjét igazából egyáltalán nem érintette károsan ez az incidens, de ennek ellenére nem sikerült megnyugtató választ találni, lényegében mindmáig arra, hogy mi történt. Annak ellenére, hogy 1999-ben a kabint sikerült kihalászni az óceánból. Tehát a National Geographic magazin, mert a Discovery Channel volt az a tévécsatorna, ami pénzt fordított arra, hogy egy magánvállalkozás keretében egy automata tenger alattjáróval lemenjenek és megkeressék a kabint. És felhozzák az óceánra. Ugye ez egy lényegében egy fantasztikus ilyen archeológiai akció volt, és hihetetlen módon sikerrel is járt, és természetesen ez egészről készült is egy megfelelő dokumentumfilm, ami marha jó, és mindenkinek ajánlom megtekintésre. Na már most egyébként ennek az a címe, ennek a hirtelen akartam mondani. Na, minden esetre a lényeg az, hogy a Discovery Channel csinált egy marha jó filmet, ami arról szólt, tehát valami ez, hogy Recovering Liberty Bell 7, vagy valami ismét Liberty Bell 7 megmentése, vagy visszaszerzése, vagy valami ilyesmi lehetett a film címe. Ez egyébként a YouTube-on is megtekinthető angolul, vagyis néhány éve még ott volt. És marha jól bemutatja, hogy hogyan szedték ki ezt a kabint. Egyébként elég kalandos akció volt, de a lényeg, hogy a kabin átvizsgálása után sem lettek okosabbak a szakemberek. Ugye még egyszer, ez 1999-ben történt, tehát majdnem 40 évvel azután, hogy ez a kabin lesüljett. Most ahhoz képest egyébként meglepően jó állapotban kiszedték, tehát például az összes felirat a kabin oldalán, hogy United States, meg Liberty Bell 7, meg ilyenek, ezek tök jól olvashatók, tehát nagyon jól dolgoztak a 1961-ben, akik kipingálták ezt a kabint, nem is rozsdásodott be természetesen, hát beleköltözött némi alga, meg koralltelepek, meg ilyesmi, de hát ezt jól kipucolták, úgyhogy jelenleg is ki van állítva a Kansas-i kozmoszférbe. Szóval megtekinthető űrkabin, de hát ugye pont az ajtó az persze lerobbant már róla ott az ominózus baleset során, azt ugye nem sikerült visszaszerezni, és persze amúgy is alkalmatlannak bizonyult a kabin arra, hogy ettől okosabbak legyünk, úgyhogy így nem sikerült megfejteni azt, hogy mi történt akkor, viszont azóta egyébként éppen nemrég olvastam, hogy nem várt fordulatot vett ez a dolog. Egy új analízis a videófelvételeket kezdte elemezni, amik erről az ominózus süllyedésről történtek, és az egyik felvételen, amit egyébként az Astronomy magazinban írtak le ezt az elemzést, George Leopold, aki írt egy Grissom életrajzolt, és Andy Soders, aki egy űrfotó szakértő volt, na ők mondják, hogy most úgy gondolják, hogy megoldották valamelyest a rejtét, mert találtak egy korábban ismeretlen videófelvételt, ami messziről a Randolph anyahajóról készült 70 mm-es filmre készült videófelvétel, ami azt mutatja, hogy a helikopter hogyan emeli ki a Liberty Bell 7 kabinját, illetve hogyan emelné ki a Liberty Bell 7 kabinját az óceánból, és akkor azon van egy néhány képkocka, ami teljesen úgy interpretálható, mint hogyha abban a pillanatban, vagy még az, hogy rákapcsolódik a kabinra ez a, hogy hívják, ez a horog, ez az akasztó horog, egy elektromos kisülés figyelhető meg a helikopter és a kabin között. Tehát egy nagy elektromos kisülés csapát, ami valószínűleg amiatt van természetesen, mert az űrkabin, amikor keresztül jön a légkörön, akkor felízzik, és nem csak felízzik, hanem annyira felízzik, hogy körülötte plazma alakul ki.
tehát nem csak fejlődik, hanem elektromosan töltötté is válnak a kabinnak a bizonyos részei, és egyébként nem is csoda, hogy a szárazföldre visszaérő űrhajók esetében, ilyen például, hogy ne is menjünk el a szovjet orosz űrprogramig, hanem a most éppen második repülésére készülő Boeing Starliner űrkabin az úgy száll le, hogy amikor leszállt, akkor azonnal érkeznek az emberek, akik megközelítik először a kabint, azoknál egy hosszú rúd van, épp azért, hogy leföldeljék a töltött űrkabint, hogy levezessék a töltéseket, mielőtt hozzányúlnak, mert fennáll annak a veszélye, hogy a dörzs elektromosság miatt lényegében baromira feltöltődik ez az űrkabin, és akkor ez kellemetlen kisülést eredményez. És elképzelhető, bár annak ellenére, hogy de nem triviális a dolog, hiszen a Liberty Bell 7 az óceánra szállt le, de a Mercury kabin szerkezetében vannak olyan furcsaságok, például egy felfúvódó ütéstompító cucc az alján, ami pont a vízre érkezés előtti pillanatokban fúvódik föl. Szóval emiatt igenis elképzelhető, hogy a Mercury kabin teteje még elektromosan töltött volt abban a pillanatban, amikor rákapcsolták ezt a kampót. Na és emiatt elképzelhető valóban, hogy egy elektromos ív keletkezett, ami valóban, én megnéztem ezt a videót, és valóban úgy tűnik, hogy tényleg van ott valami nagy villanás, amit eddig senki nem vett észre. És ez egy időben egybeesik azzal a pillanattal, amikor lerobbant a kabinajtó. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, és ha így volt, akkor meg nagy szerencse, hogy a későbbi repüléseknél ez nem fordult elő. Szóval nagyon könnyen előfordulhat, hogy az történt, hogy így történt ez a kisülés, és a már kibiztosított kabinajtót, amit Gibson kibiztosított, de nem nyomta meg az aktiváló gombot, csak kibiztosította, de nem nyomta meg a piros gombot, de ez a kisülés, ez viszont olyan töltés töbletet eredményezett, ami miatt aztán elsültek ezek a piropatronok, és akkor emiatt történhetett a dolog. Hát ez vagy így volt, vagy nem, de hát ez egy új elmélet, simán lehet, hogy tényleg erről volt szó. Szóval hát lehet, hogy ez történt. Na most egy keserű folytatás annak a történetnek az, hogy éppen emiatt a NASA egyébként végül is elvesztette a bizalmát ezekben a piropatronos rendszerekben hosszú távon, és emiatt, amikor az Apollo kabint tervezték, akkor már az történt, hogy már fölmerült a tervezési folyamatban, hogy legyen az Apollo űrhajónak is egy ilyen kirobbantható kabinajtaja, ami azért lett volna valamilyen szempontból jó ötlet, mert az Apollo kabinajtót nagyon nehezen szétszerelhetőre tervezték, ami azt jelenti, hogy tényleg percekbe telt az, hogyha valaki ki tudja jutni az űrkabinból, hogy mert hát nem arra tervezték, hogy ez egy kinyitható, becsukható ajtó legyen, főleg az úgynevezett blokk 1 Apollo kabinokat, meg főleg nem arra tervezték, ráadásul befele nyíló, szétszerelhető, kiemelhető ajtómechanizmust terveztek, és persze már a tervezés során a 60-as évek közepén fölmerült, hogy ez bizony lehet, hogy egy biztonsági kockázat, hogy ebből az űrhajóból nem lehet gyorsan kijutni, és akkor a North American Aviation, vagyis az a cég, ami tervezte az Apollo kabint, fölvetette, hogy esetleg itt is lehetne egy piropatronos mechanizmus, hogy gyorsabban ki lehessen jutni a kabinból. A NASA azonban egyébként éppen a Grissomos Liberty Bell-es tapasztalatok miatt azt mondta, hogy ők ezzel a mechanizmussal nem akarnak többet kísérletezni, és kikerült a tervből a kirobbantható Apollo kabinajtó ötlete, ami azért volt rettenetesen tragikus, mert aztán elkövetkezett az idő, hogy az Apollo 1 földi tesztelése során ugye tűz ütött ki a kabinban, az indítóálláson, és az űrhajósok azért égtek bent, illetve azért fulladtak meg, mert nem volt idejük időben kimászni a kabinból, hiszen még egyszer több percbe és nagy fizikai erőkifejtésbe került volna kinyitni belülről azt a kabinajtót és kijönni az űrkabinból, az Apollóból. És hogyha az Apolló lett volna ilyen robbantható kabinajtó, akkor bizony ez nem történt volna meg. És hát a sors furcsa pikantériája, hogy ebben így halt meg többek között maga Gus Grissom, hiszen ő volt az Apollo 1 parancsnokául kijelölve. És ő volt
Ben az egyik áldozata az Apollo 1 tűzének Ed White-tal és Roger Chaffee-vel együtt 1961. januárjában. Egyébként ez a harmadik repülése lett volna Grissomnak. Grissom második repülése a Gemini 3 volt, ami a Gemini űrhajó berepülése volt, és hát nem kis iróniával a Gemini 3 kabinját Molly Brown névre keresztelte. A The Unsinkable Molly Brown az egy Broadway musical volt, aki egy nőről szólt, aki egy létező személy volt egyébként, Molly Brown, aki a Titanicnak az egyik utasa volt, meg a Titanic filmben is szerepel egyébként, tehát a Leonardo DiCaprio-s filmben is említésre kerül ez a Molly Brown, aki hát túlélte a Titanic katasztrófát, és eljutott az Egyesült Államokban, és róla szól a The Unsinkable, az elsüllyeszthetetlen Molly Brown című musical, és hát ezzel egy összekacsintás volt, meg az ő önkritikára való hajlam, tehát egy tipikus Gus Grissom-féle poén, hogy a Gemini 3 a Molly Brown nevet kapta a keresztségben, és hát ott valóban nem is történt semmi baj. Grissom azt mondta, hogy semmiképp sem nyitja ki a kabinajtót, amíg nem kerülnek a repülőgép anyahajóra, és ez így is történt, bár hát Grissom ugye nehezen bírta az óceánt, úgyhogy ő és John Young azért teljesen összerókázták a kabint, de hát ennek ellenére a Gemini 3 sikeres volt, hát az Apollo 1-ről ugye sajnos ez nem mondható el, tehát Grissom a harmadik repülésén, ugye benti előtti előkészületek során, két héttel a tervezett repülés előtt ugye bent égett a kabinba a társaival, és az űrkorszak egyik hősi halottja ezzel. Egyébként esélyes, hogy ő lett volna az első ember a Holdon, mert hát Dick Slayton nagy barátja volt neki. Dick Slayton volt az a Mercury űrhajós, aki aztán az űrhajósok főnöke lett, és ő neki nagy szava volt abban, hogy ki, mikor és hol repüljön. Hát lényegében nem csak nagy szava volt, hanem ő döntötte el, és hát neki ő így nagyon jókat gondolt a Gászról, meg nagy barátja is volt, és hát szerette volna, hogyha Gus Grissom lenne az első ember a Holdon. Hát ez így aztán nem történt meg, de hát az emlékét megőrizzük és nem felejtjük. Viszont hát ezzel elment az adás idő, úgyhogy nem került sor arra, hogy kitárgyaljuk az éppen egy évvel ezelőtti repülését Germán Titovnak, aki 25 órát töltött a világűrben, ami egy nagy kontraszt a 15 perces amerikai repüléshez képest, tehát több mint egy napot volt fönt, ezzel is elterelve a figyelmet a Hruscsovék által éppen akkor épített berlini falról, viszont egyben kiderült, hogy a hosszú távú súlytalanságnak bizony durva egészségügyi következményei is lehetnek, például tengeri betegséghez hasonló tünetek, amit aztán Titov betegség névvel is illettek. Szóval Germán Titov repülése szintén megérne egy adást, és lehet, hogy erre majd sort is fogunk keríteni, de most ez a mai adás, ez elment Gus Grissommal és a Liberty Bell héttel meg a robbanó kabinajtóval, hát szóval majd esetleg később visszatérünk, de két hét múlva biztos teljesen másról lesz szó, hiszen most nem egy űrtörténeti adással készülünk, hanem valami teljesen mással. Addig is írjatok e-mailt a szokolébresztőkukac@gmail.com-ra, és kövessétek az adásainkat visszahallgatható formában is a parallaxis.emtv.hu-n. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!